Nagyon megbánta, ezt mondta a bíróságon a jászladányi férfi, aki a vád szerint több mint 130-szor szúrta meg 19 éves feleségét, miután kiderült, hogy a nő megcsalta. Arra, hogy mennyi szúrás kellett ahhoz, hogy a párom földre kerüljön, én háromra emlékszem, amik szemből a mellkassán érték. Ekkor a hasára esett a földre, és emlékszem, akkor szerintem a hátába is került szúrás. Amikor a feleségem a földön feküdt, akkor letérdepeltem, és úgy szúrtam, ugyanúgy tartva lefelé nézően a kést. De hogy akkor hányszor szúrtam meg, arra nem emlékszem. A gyilkosság tavaly év végén történt a saját házukban. A brutális részletek az előkészítő ülésen derültek ki. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntette miatt emelt vádat az ellen a 23 éves büntetlen előéletű férfivel szemben, aki jászladányi otthonukban 2021. december 30. napján egy 7 cm pengehosszúságú késsel csaknem 130 alkalommal megszúrta és megölte a feleségét, azt követően, hogy a nő elmondta neki, hogy megcsalta. A szolnoki törvényszék az ügyben eddig egy előkészítő ülést tartott. Ezen a vádlott beismerte ugyan a bűncselekmény elkövetését, azonban a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le, így a bíróság a bizonyítási eljárást megkezdte. A tárgyaláson a vádlott és tanúk kihallgatására került sor. Várhatóan a bizonyítási eljárás a szakértők meghallgatásával folytatódik majd. A férj a holttestet az ágynemű tartóba, a kés pedig egy kályhába rejtette.